Tisztelt egybegyűltek! Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ide, hogy kegyelettel megemlékezzen Fabrici Kovács Mihály halálának 244. évfordulójáról. Köszöntöm a város megjelent lakosait, elöljáróit, az oktatási intézmények vezetőit, dolgozóit, a tanulókat, és nem utolsó sorban a Kovács Mihály Bandérium huszárait. Köszöntötte orvos Tóth Endre a megjelenteket. Tisztelt egybegyűltek! Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ide, hogy kegyelettel megemlékezzen Fabrici Kovács Mihály halálának 244. évfordulójáról. Köszöntöm a város megjelent lakosait, előjáróit, az oktatási intézmények vezetőit, dolgozóit, a tanulókat, és nem utolsó sorban a Honvéd Banda tagjait, illetve a Kovács Mihály Bandérium huszárait. Évek, évtizedek óta ez időtájt megemlékezünk Kovács Mihályról, aki 1724-ben Karcagon született, és 1779. május 11-én a dél-karolinai Charlestonban a csatatéren fejezte be földi pályafutását. Hozzáértő, tudós emberek méltatták tetteit. Én nem kívánok velük versenyre szállni. Azért teszek egy próbát. Kovács Mihálynak mozgalmas életet rendelt a sors, élete, cselekedetei, munkássága egy filmászon is megállná a helyét. Mint katona szolgált Mária Terézia alatt, majd Nagy Frigyes csapatainál, aztán úgy határozott, hogy az éppen akkor folyó függetlenségi háborúban a helyet. Levelet írt Franklin Benjaminnak, felajánlva szolgálatait. Szerencsére, vagy szerencsétlenségére találkozott Pulaszki Kázmér Gróffal, akit még Európából ismert, és aki megbízta az amerikai könnyű lovasság megszervezésével. Ezt a feladatot kiválóan teljesítette. Amerika a mai napig emlékszik rá és őrzi emlékét. Oly mértékben, hogy Amerikába még szobrot is állítottak neki. Kovács Mihály kora volt az, amikor még a személyes bátorság, a rátermettség alapján hírnévre lehetett jutni. Az akkor Hadik András, Benyovszky Móricz kora is. Mára sokat változott a világ, mutatott rá a szónok. A harcoló felek a legtöbb esetben nem is látják egymást. Különböző rafinált technikákkal öldösik az emberek a harctéren az ellenfelet. Joggal merül fel a kérdés, akkor most mit kezdjünk ezekkel a hősökkel, példamutatásukkal, cselekedeteikkel? Garki rohamra? Vagy mi a teendő? Kovács Mihály egyetlen egy mondatban megfogalmazta értelmét, és irányt mutatott nekünk, a Benjamin Franklinnak írt levél végén búcsúzásul egy mondat, ami így hangzik. Fidelissimus ad mortem. Ez az egy mondat, ha belegondolunk, mindent elmond, és útbaigazítást ad. Fidelissimus ad mortem, hűséggel, mint halálig. Úgy tűnik, mintha ez a mondat egy kicsit rövidre sikerült volna. Felmerül a kérdés, kihez vagy mihez kell hűségesnek lennünk? Nehéz a válasz, de néhány példát mondanék. Mikor átveszed a diplomádat, akkor esküdtesz el, hogy tudásod legjavát adod. A tanár mindent megtesz azért, hogy embert neveljen belőlünk, az orvos, hogy szolgálja a gyógyítást, a mérnök, hogy a kezéből kikerülő munka támaszthatatlan legyen. A honvéd, aki esküszik, életét ajánlja fel a haza oltárára. És hát persze, a párt választasz, akkor is holtomiglan az eskü szövetet. Akkor leszel, vagy ember, ha hűséges tudsz lenni a kitűzött célodhoz. Nem egy napra, egy hónapra, vagy egy évre, hanem mind halálni. Az eredmények ólomlábon járnak. Hatalmak jönnek, hatalmak mennek, emberek szélkakat módjára forgolódnak egy-egy izmus bűveletébe. Valamikor, egy rövid időre úgy cselekednek, mintha rajtuk múlna a világ sora.
Ma már csak történészek ismerik a cselekedeteket, ha volt egyáltalán. Mi, akik hiszünk a Fidelissimus ad mortem tartalmába, akik értik Vasalbert, a víz szalad, a kő marad mondatának tartalmát, bizton remélhetjük, hogy a magyarság előtt még van jövő. Béke veletek! Köszönöm a türelmet meg a figyelmet. Zárta szavait Orvos Tóth Endre Sándor.